kávézás és a teázás hagyománya nagyon sokban hasonlít, bár ők maguk nagyon különböznek, mégis ugyanazért fogyasztjuk az élvezeti érték miatt, illetve az élénkítő hatás miatt. Úgy látom, ma nem kávét készítesz nekem, hiszen hát műznének ez kevés. Fűszernek sok. Ma eltekintünk a kávékészítéstől, ma egy fűszeres, erős, fekete teát fogunk készíteni, amihez egy kicsi forralt tejet fogunk hozzáönteni, ennek az a neve a chai latte. Lehet benne látni zöld kardamomot, fekete borsot, szegfűszeg van benne, illetve maga ez a kis fekete anyag, ez maga a fekete tea. Az adja az egésznek az erősségét, a többi fűszer pedig egy igazi fűszeres chai latte-t fog nekünk eredményezni magával a forró tejjel pluszban. Szükségünk lesz hozzá egy bögrére, illetve a tea tojásra, amiben majd beletesszük magát a teát. Fontos, hogy ne forrásban lévő vízzel locsoljuk le, hanem egy kicsit hagyjuk hűlni a teát, és nem kell neki több mint 3-4 perc az áztatás után, és utána jöhet is hozzá a forró tej. Indiában teázni szoktunk. Tejben fő a teafő, és vannak a kis fűszerek. Nagymamám sosem ívott érkerámiás bögre. Tehát mindig jön neki ilyen sárga réz, vagy a bronz, vagy a vörösét. És az sem úgy, azért bele kell önteni a tányérba, és a tányérból szoktuk inni. Tehát igazi indiai így iszik teát. Alig várom már, hogy megkóstoljam. Csak mondom, hogy a fekete bors és a zöld kardamom mindkettő afrodiziákum. Mikor kezd el hatni? Most azonnal. Akkor már vegyek is. Köszönöm.